A Kaposmenti Kistérség társulási ülésén gyűltek össze a térség polgármesterei Csikóstöttösön. Az ülésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki az első napirendi pontban a vidéki települések megújítását célzó Magyarfalu programmal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta a dombovári járás településeinek polgármestereit. Az ülésen elhangzott, hogy úgy kell elosztani a falvak között a pénzt, hogy lehetőleg minden Kaposmenti térségi település tudjon részesedni a Magyarfalu program forrásaiból. Kaposmenti Kistérségi Társulás tartotta meg a rendesülését, és az első napirendi pontban a Magyar Falu programmal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztattam a polgármestereket. Fontos lesz az, hogy a megpályázható dolgokat a települések úgy osszák el egymás között, hogy a forrásokból mindenki tudjon részesülni, és tényleg minden település csak azokra a forrásokra pályázzon, ami arra a településre szükséges. Az ülésen szó esett a települések kulturális fejlesztéséről is. A dombovári járás kisebb falvaiban különösen nagy szükség van az épületek fejlesztésére, felújítására és az infrastrukturális fejlesztésekre. Ugyan a legtöbb épületet már felújították, azonban akadnak még olyan közösségi épületek, orvosi rendelők vagy művelődési házak, amik elavult állapotok miatt már nem, vagy csak részben tudják ellátni feladataikat. Az ülésen értesültek arról, hogy a kormány egyedülálló módon egy éves időtartamra 3 millió forintot biztosít humán erőforrások fejlesztésére. Ez az összeg nagy segítség abban, hogy megfelelő szakembereket tudjanak alkalmazni a települések fejlesztéséhez. A Magyar Falu aktualitásáról meghallgattattuk Potápi Árpád államtitkár úr rövid előadását, amelyben azokat az apró kulisszatitkokat osztotta meg velünk, amelynek mentén a településeink sikeresek lehetnek. Április 15-ét követően a közösségi terek fejlesztésére vonatkozó pályázattal tölt idejét ma azt gondolom minden szinten magyar település, hiszen ez egy olyan lehetőség az önkormányzatok részére, ahol építési beruházásra 15 millió forintot, eszközbeszerzésre 5 milliót, és humán erőforrás alkalmazására pedig 3 millió forintot tudnak költeni. Azt gondolom, hogy ez a volumen elégséges ahhoz, hogy azokat a infrastruktúrális fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, amelyekkel a korszerűsíteni tudjuk ma a már meglévő épületénket. Nyilván ez egy új épület létrehozására kevés ez az építési pénz, de azt gondolom, hogy ma már a kihívás inkább a felújítás, hiszen ezek az épületek már mindenhol a településeink rendelkezésére állnak. Az, hogy humán erőforrásra rendhagyó módon először biztosítanak egy éves utamidőre, vagy 12 hónapos időtartamra 3 millió forintot, ez minden kis település életében nagyon fontos, hiszen olyan közművelődési és kulturális szakembereket tudunk alkalmazni, amelyeknek a forrását ennek a pályázati pénznek a megnyerése követően tudjuk csak biztosítani, hiszen a közművelődési feladatokra eddig kapott 1,81 millió forintos normatíva egy magasan kvalifikált szakember alkalmazását nem tette lehetővé, hiszen szinte gyakorlatilag a dologi költségekre felértük az 1,81 millió forintot. Sok településen már elavultnak számítanak a térfigyelő rendszerek. Ezekre azért van szükség Pintér Szilárd szerint, mert így a közbiztonság jelentősen megnőne a községekben és a falvakban is. A Kaposmenti Települések Társulási Ülésén ebben a napirendi pontban is pozitív döntés született, a települések polgármesterei megszavazták a térfigyelő rendszerek felújítását. Másik nagy kihívás volt a mai délután még, hogy a kistérségi térfigyelő rendszer, amely 4 éve épült meg, és 15 településen 29 kamera üzemeltetésére adott lehetőséget, az idők folyamán elhasználódott. Bizonyos eszközök felújításra, korszerűsítésre, vagy akár cseréne is szorulnak. Ezt az üzemeltető vállalkozó, ezt az állapotfelmérést elkészítette március 31-ig. Nyilván ennek mentén felszínre kerültek azok a fejlesztések, felújítások, amelyre meg kell teremtenünk a forrást. Mai ülésen a társulási tanács is döntött erről, hogy megrendeljük a vállalkozótól a tényleges költségvetés ismeretében ezt a munkát, és természetesen azt gondolom, hogy az eddiginek megfelelően kameraszámok arányában fogjuk felosztani ezt a pénzt egymás közt igazságosan. A Magyar Falu program 2887 5000 lakos alatti falut érint, a kormány 150 milliárd forintot fordít ezeknek a falvaknak a fejlesztésére. Ennek a programnak a célja a vidéki települések korszerűsítése, a vidéki élet népszerűsítése és az elvándorlás megállítása, valamint a családok letelepedésének elősegítésére való korszerű infrastrukturális követelmények megteremtése.